bele. Most néhány pillanat múlva valóban végső búcsút kell, hogy vegyünk tőle. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, külön utakon járunk, ám az út vége mindannyiunk számára egyforma. A búcsú mégis fájdalmas és mindig nagyon nehéz. De akit szerettünk, sohasem viszel minden. A múlt legszebb emlékeit hagyja itt örökségül, gyógyírként a hozzá közel állók fájdalmára. Olika itt hagyja a hangját, itt hagyja azokat a felvételeket, amelyeket nézhetünk és hallgathatunk, és itt hagyja egész személyiségét, személyiségének minden fontos üzenetét. A fény, amelyet maga körül terjesztett, és a derű, amely körülvette, a fénnyel együtt kialudt. De valaha volt szeretetének melegét, szüntelenül érzik a hozzánk közelállók, érzik a tisztelők, érzik a rajongók, érzik a barátok. Ő mindaddig közöttünk marad majd, amíg csak egyetlen ember is lesz, aki szerette őt, míg lesznek olyanok, akik emlékeket őriznek róla, míg lesznek olyanok, akik szóba hozzák, akik beszélnek róla, és ami nagyon fontos, akik az elkövetkezendő generációknak mesélnek róla. Bordás Cilike, aki most énekelni fog nekünk, lelkitársa volt. Nagyon jó barátja. Nagyon szerették egymást, nagyon megértették egymást. Ő is tovább viszi Olika örökségét. Németországból érkezett, és most szíve minden szeretetét ide teszi. Drága Olika, én ezzel az egyetlen nótával szeretnék tőle. És nagyon szépen köszönök mindent. Mit keres a temetőben? A temetőben mit keres a napsugárban? Mohosodó sírok sorát nem tudom én, nem én is járja. El nem csitul ragyogása, semmi szó. Sötét lett a lelkem, mint az erdő éjszakán. Mint a minden ember búja, egyedül csak nékem fájna. Mint a világon minden, minden eltemettem a fúr.
most utolsó üdvözletként mondjunk el közösen egy fohászt az ő lelki üdvéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, legyen békés a pihenése, nyugodjék békében, őrizzük emlékét kegyelettel, soha el nem múló szeretettel. És az utolsó pillanatokban takarja őt majd egy darab erdélyi föld is. Okay.